Döntően a Malziért a felelős a kolontári lúgömlésért. Ez áll a tragédiát vizsgáló parlamenti bizottság ma elfogadott jelentésében. Kepli Lajos, a testület elnöke híradónknak elmondta, a vizsgálat eredményeképpen új törvényjavaslatokat fognak beterjeszteni a parlamenteli, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló ipari katasztrófák. A mai napon fejezte be működését a kolontári lúgömlés körülményeit vizsgáló parlamenti bizottság, mely két hónappal az ipari katasztrófa bekövetkezése után alakult meg a Jobbik kezdeményezésére. A testület munkája vizsgálatokból, szakértők és érintettek meghallgatásából állt. Míg a Bakonyi család több alkalommal is megjelent a bizottság kínos kérdéseire megpróbálni válaszsal szolgálni, addig Gyurcsány Ferenc nem volt hajlandó eleget tenni a meghívásnak. A bukott miniszterelnök azért került a bizottság látóterébe, mert az alumíniumágazat és így a tinföldgyár a honkormány rabló privatizációja idején került fillérekért részben gyurcsány cégének tulajdonába. Kepli Lajos eredményesnek ítéli az általa vezetett bizottság munkáját, hiszen a jelentésben sikerült egyértelműen megnevezni a felelősöket. Az elmúlt tíz hónap vizsgálatának eredményeit foglaltuk bele ebbe a jelentésbe, és a jelentés alapján készítettük el azt a határozati javaslat tervezetet, amely kimondja, hogy a katasztrófa Bekövetkezéséért döntően a ERT a felelős. A mal felelőssége azon alapul, hogy a tározóból nem maga a sűrű vörös ömlött ki, hanem az engedély nélkül a tetejére helyezett nagy mennyiségű erősen maró lúg, mely gyakorlatilag ott sem lehetett volna. Az eleve nem anyag tárolására készült, a szocializmus kései torszülöttjeként a megalománia jegyében fogant óriási tározók kazettát ráadásul, egy mesterségesen elterelt patak medrébe építették bármiféle építési engedély nélkül, állékonyságát sem megépítésekor, sem az azóta eltelt időben soha nem vizsgálták. A jelentés szerint a felelősök köre a malvezetőivel nem zárul be. A Ma azért kívül még az érintett engedélyező és ellenőrző hatóságok, illetve a egymást követő kormányok felelősségét is megállapítja ez a dokumentáció. Ezen további felelősségek abban nyilvánulnak meg, hogy sikerült a Malzi nek ugyanazt a vörösi szapot nem veszélyes anyagként besoroltatnia, amely mind Magyarországon, mind pedig Európában kivétel nélkül kizárólag veszélyes besorolás alatt tárolható, nyilvánvalóan sokkal szigorúbb biztonsági feltételek mellett. A jövőbeni hasonló katasztrófák bekövetkezésének megakadályozása véget a jelentésben új törvények megalkotására is tettek javaslatot hatósági ellenőrzéseket szigorítanánk a veszélyes, nem veszélyes hulladékok besorolása körüli anomáliákat szüntetnénk meg a kiskapukat jogszabálymódosítással és pénzügyi garanciákat biztosítást tennénk kötelezővé a veszélyes üzemek üzemeltetői számára. Bár a vizsgálóbizottság a kommunista utópárt tagjait kivéve elfogadta a felelősök konkrét megnevezését is tartalmazó jelentést, melyből egy határozati javaslat is készül a parlament számára, Kepli Lajos Facebook oldalán megtalálható elnöki összegzését azonban nagy koalícióban utasították vissza a tagok. Kepli szerint ezzel a többi párt önmagát minősítette, ugyanis így kimaradt a dokumentumból egy olyan politikai és erkölcsi megközelítésű összegzés, amely elutasítja a 90-es évekbeli privatizációs gyakorlatot, a bizonyos érdekcsoportok érdekei mentén történő elszaporodott és szakmaiatlan jogalkotást, az engedélyező és ellenőrző hatóságok hatásköri szabályozatlanságát, valamint az eluralkodott profithajhászó és hanyag tulajdonosi szemléletet, mely a kommunista rendszer hagyatékaként közrejátszott a tíz ember életét követelő katasztrófa bekövetkezésében.